A 2010-es kormányváltás óta minden eszközzel fellépünk az áfacsalások és a különböző visszaélések ellen. A NAV 2013. decembere óta saját felderítő tevékenysége eredményeként büntetőeljárást folytat élelmiszeriparban érintett bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények miatt. A büntetőeljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt zajlik. A NAV eddigi nyomozása során feltárta, hogy az elkövetők több éve működtettek egy olyan bűnszervezetet, amely 12 hazai székhelyű gazdasági társaságból állt. Ez a bűnszervezet áfa befizetés nélkül különböző élelmiszeripari termékeket, többek között cukrot, étolajat, kávét hozott be Szlovákiából, Csehországból, Ausztriából. Jelen tudomásunk szerint a elkövetett kár értéke meghaladja a 2 milliárd forintot. A nyomozás jelenleg is zajlik, számítástechnikai szakértők, könyvelők, fuvarozók és egyéb szakemberek bevonásával, meghallgatásával. A fentiek szerint arra kérjük az amerikai nagykövetséget, hogy ha tudomásuk van az adóhivatal munkáját továbbiakban is segítő és a korrupció gyanúját felvető további eseményekről, akkor azt hozzák nyilvánosságra, ezzel is segítve a felderítési munkát.